XXL Kupa néven országos nyílt páros teniszversenyt rendeztek január elején a Makártanya Sportcentrumban. A speciális kiírás szerint a páros tagjainak össúlyának 200 kg-ot, vagy életkoruknak a 100 életévet el kellett érnie a verseny napján. A nagymúltú páros teniszverseny több mint 20 évvel ezelőtt indult az MTSC Sportegyesület szervezésében. A különböző játéktudású, életkorú és testtömegű versenyzők akár egy időben léphetnek pályára, ezért is sikerült ebből a szervezésből egy rendkívül érdekes és izgalmas úgynevezett mix versenyt létrehozni az elmúlt évek során. 25 éve volt az első XXL kupánk. Úgy találtuk ki, hogy az lenne az érdekes, hogyha profik amatőrök egyformán tudnának indulni, és nem közvetlen kieséses versenyt akartunk, hogy messziről jövő emberek ne egyet játszanak és csomagoljanak, ami jellemző a profi sportra, átlátjuk, hanem maradjanak, ismerkedjenek, és hát minél jobb meccseket játszanak, minél többet. És ehhez találtuk ki igazából a súlyt, a kort, a később a hölgyeket is bevontuk ebbe, és az első évtől az ország legnépszerűbb páros versenye lett, és ez 25 éve tartja magát. Reggeltől estig játszunk, korábban egynapos volt a verseny, most behoztunk újabb kategóriákat, amivel szeretnénk a hölgyeket és az idősebb korosztályt is bevonni ebbe a játékba, nem csak a profit és az amatőröket. Így kétnapos lett a verseny. Reggeltől estig játszunk, nyilván van kis idő pihenésre, csevegésre, névnap megtartásra, mindenre, és barátságok kötetnek, hiszen nem csak helybeliek vannak, hanem szanasz az országból járnak a versenyre. Hát 25 év alatt volt talán két olyan páros, aki kétszer is nyert. Hát ők biztos, hogy itt vannak az első alkalomtól az utolsóig. Arról, hogy milyen maga a kupa, a rendezés és a mérkőzések, sokat elárul, ha a játékosok évről évre visszatérnek ide. Szabolcs az elejétől fogva résztvevője a versenynek. Veszprémből jár le az év minden első hétvégéjén. Hát a társaság, én azt gondolom, azért is jöttünk vissza, mert nagyon jó a klub. És azt gondolom, ez a verseny is maga a szisztéma, tehát az, hogy egy nehéz súlyú gladiátor játszik egy esetleg jó játékossal, ez egy nagyon jó szisztéma, úgy gondolom, tehát mindenki élvezi a játékot, jó meccsek vannak, ez a lényege. Meg hát ugye, hogy tényleg olyan játékosokkal lehet itt játszani, akikkel amúgy máshol nem tudnánk összekerülni, mert nálunk sokkal jobbak, vagy nagy isten sokkal gyengébbek, de ettől függetlenül ez egy nagyon kellemes rendezvény. Hál' Isten, most már két napos, sokat mondtuk, hogy két napos legyen, mert nagyon sűrű volt eddig egy napba besűrítve a maga a verseny, tehát ott olyan 9-től este 11-ig játszottunk gyakorlatilag. Ugyan két napot kell a verseny miatt szabaddá tenni a naptárban, de az első nap zárása ezt el tudja felettetni. A közösen elfogyasztott disznótoros és italok és az ehhez társuló baráti hangulatú beszélgetések jót tettek a versenynek. Azt hiszem, hogy a 2000-es évek eleje óta járok vissza erre a versenyre. Azt gondolom, hogy egyre erősebb. Tehát elindult egy olyan folyamat, hogy ugye azok a játékosok, akik mondjuk kikaptak az egyik évben, ők próbáltak mindig erősebb párral visszajönni a következő évre. Így most, ha megnézzük a mezőnyt, akkor gyakorlatilag válogatottak vannak a mezőnyben, ha jól emlékszem, 3-an minimum. Illetve hát volt szuperligás és osztályjátékosok, ami tényleg színvonalasabbá teszi a rendezvény. Idén Kisszőlősi Krisztiánnal párban ragadott ütőt, és ahhoz képest, hogy eddig még nem játszottak együtt, sikerült az elődöntőig menetelniük. Ott a későbbi győztes bizonyult jobbnak náluk egy nagyon szoros és izgalmas találkozón. Ezzel a partnerrel életemben először játszottam tegnap párost, de van két állandó partnerem, akikkel visszajártam ide, csak sajnos ők sérültek jelen pillanatban, úgyhogy azért voltam kénytelen más párhoz indulni. De nagyszerű volt a partnerem természetesen. Párosban mindig sokat jelent az összeszokottság, ami első alkalommal nem biztos, hogy megvan. De azért előnye is van annak a dolognak, hogy ketten vannak egy térfélen.
Őszinte akarok lenni, azért itt a nehéz súlyú játékosoknak a nagy része már egyéniben azért közel sem tudna ilyen játékképet mutatni, tehát amikor csak a félpályát kell fogni, az azért nagy előny, tehát mindenképpen ez a nyitja a dolognak, és azért párosozunk, mert ez gyakorlatilag 80 éves korunkig, ugye van 82 éves játékos is, aki itt indul, tehát ezt nagyon sokáig lehet művelni, és élvezetesebb, tehát egy teljesen más játék, mint az egyéni, nem annyira számít az atlétikus képesség, hanem inkább a finesz, meg tehát sokkal több fej van benne, mint azt gondolom, mint az egyéni játékban. Eddig két alkalommal sikerült megnyerniük a kupát, de a szereplés sikeressége gyakran csak apróságokon múlik. Egy rossz sorsolás, kicsit gyengébb teljesítmény könnyen elronthatja a párosok napját. Tehát ilyen nagyon változó, hogy is volt, azt mondja, hogy szerintem olyan 2-3 év tett el a kettő között. De volt döntős, nagyon sokszor voltam már, most legalább 5-6-szor biztos, úgyhogy ilyen időszakok voltak, nem tudom. Meg voltam már a D kategóriában is természetesen, tehát estem le tehát ez nagyon-nagyon változó attól függően, hogy kivel kerülsz össze először, milyen paszban vagy esetleg, tehát hogy változik. A D kategória győztesének hölgytagja ugyan először szerepelt ezen a versenyen, mégsem szokatlan számára, hogy férfiakkal játszik. Jó volt a megszervezés. Ugye férfi páros volt, én ugye egy lányként indultam. Már korábban voltam egyszer itt, tehát tavaly augusztusban, úgyhogy már ismertem a pályát, tudtam, hogy hova jövök. Nekem nagyon tetszik a kemény pálya, úgyhogy én ezt nagyon vártam, hogy ide jöhessek. Nagyon kedves volt mindenki. Új embereket ismertem meg régiekkel is találkoztam, úgyhogy nagyon kellemes volt a hangulat. A sok nevező miatt a szervezők ezúttal két naposra bővítették a versenyt, ami bizonyos helyzetben előny, de lehet akár hátrány is. Amikor egy napos versenyre megyek, akkor tudom, hogy aznap le fogom játszani az összes meccsemet. Itt azért be kell osztani, tehát hogy lehet, hogy 3 meccset fogok játszani, lehet, hogy egyet, ugye attól függ, hogy hogyan pörögnek a versenyek, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. Ilyenkor türelmesen várunk, ahogy felszabadul egy pálya. Otthon fiúkkal játszom. Sajnos most nagyon kevés lány van, tehát nehezen találok női partnert. Ezért fiúkkal játszom. Most azért is vagyok bátor így eljönni versenyekre, mert ugye ez nem szokatlan. A fiúk nagyon tolerálják, hogy lány áll velük szembe. Függetlenül attól, hogy én most egy férfi páros versenyen jöttem, amikor nekem szerválnak, velem játszanak, nem olyan durván játszanak, mint mondjuk, ha fiú állna velük szembe. Úgyhogy én nagyon köszönöm innen is, hogy tényleg ennyire normálisan játszanak. Az idei télen a teniszezési lehetőségek is megfogyatkoztak, ezért örülnek a versenyzők egy ilyen lehetőségnek, még ha kicsit messze is van tőlük. Gyakorlatilag most kezdtem el, hogy eljárogatok máshova is. Általában Egerszegre szoktam menni. Az 50 kilométer nincs messze. Vagy elmegyek Keszthelyre. Marcaliba még eljártam, onnan is van pár ismerős. És hát mivel ugye most augusztusban voltam lent itt Pécsen, meg én itt Pécsen tanultam is, úgyhogy az utat ismertem, mondtam, hogy szép emlék lesz most egy kicsit így nosztalgiából visszajönni, de nagyon örülök, hogy itt van lehetőség, itt van fedett pálya, jó hőmérsékletben játszani. Nagyon kanizsán most nem lehet, sajnos nincs lehetőség, úgyhogy ilyenkor megyek más városokba. Bizonyos sportágokban az utolsó pillanatig szoktak fogyasztani a versenyzők a megfelelő súly eléréséhez. Ez itt is nagyon fontos. Meg kell lenni a két mázsának, keményen ellenőriznek minden grammot. Teljesen szigorú, azt tudom mondani, tehát mérlegelés van, tehát a kilónak meg kell lenni. Az nem számít svindinek, hogyha egy-két korsósört legurítanak, hogy a súly meglegyen, hiszen azt magával viszi oda a versenyre is. Úgy tudom, 25 év alatt egyszer próbáltak ólom mellénnyel próbálkozni, de megbuktak vele. Szerintem nagyon aranyos párkeresés indul mindig a versenyek előtt, tehát nekem nagyon tetszett a Fali Újságon a kiírás, hogy 19 éves profi versenyző vagyok, 81 éves jókarban lévő teniszpartnert keresek. Tehát ilyeneknek se szerisze száma. És hát mindenki előtte rááll a mérlegre, hogy is áll igazából.
és vagy a sörivás gyakorolja, hogy meglegyenek a dekák, vagy hát igyekszik egy-két napig jó tartani magát, vagy olyan partnert keresni. Tehát azt tudom mondani, hogy szigorú az évszám is, annak is meg kell lenni, és a súlynak is, ez egésznek a lényege, mert így jönnek ki hasonló tudású, adottságú párosok, és attól lesz jó meccs. Az idei évben különösen nehéz fedett teniszpályát találni, nem véletlen, hogy sok páros indult a hétvégén. Hát én azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem nehéz, a téli szezonban egyébként is pályainség van, most nem beszélek a mostani energiával kapcsolatban, a problémákkal kapcsolatban, hogy kevesebb pálya üzemel, tehát jobban összejönnek az amatőrök, profik, hát kisebb helyen vannak, és én szerintem könnyebb ilyen szempontból megszervezni egy versenyt, de mindig is nagyon nagy tábla volt, kérdezte a számot, több kategória volt, az egyik kategóriában tudom, hogy 21 páros indul csak a 100, 200 kiló, illetve a 100 éves évjáratba. Tehát az azt jelenti, hogy 42 induló egy kategóriába. Tehát az szép, és két napig tényleg reggeltől estig játszunk. A verseny egyik nagy előnye, hogy nem egyenes kieséses, hanem úgynevezett többszörös vigaszágas. Így egy vereség után nem kell rögtön pakolni és hazamenni. 5 meccsen lehet megnyerni a döntőt, az azt jelenti, hogy minimum 3 meccset mindenki játszik. Tehát ha csak egy kategóriába indul, akkor is játszik 3 meccset. És mindig megvan a szansa, hogy előbb-utóbb hasonló erősségű csoportba kerül, és így, ha véletlenül ki is kap az utolsó meccsén, de jó szájízen megy el, mert biztos, hogy úgy érzi, hogy amit ott oda tette magát. És ez a lényeg. Hát a tenisz is olyan sport, egyéni sportág, hogy itt elindul 100 ember, 99-et megvernek. Hát az egyetlen, aki megnyeri. Hát ezt el kell tudni fogadni. A B csoport győztes párosa klasszikus amatőr duó, akik a játék szeretete miatt ragadnak rendszeresen ütőt. Mi igazából betöltöttük ugye az 50 évet, már inkább csak ilyen amatőr vagy szenior versenyekre járunk. Egyikünk se volt profi teniszező, mind a ketten amatőr teniszezők vagyunk. Megyebajnokságba játszunk. Igazából szeretünk teniszezni, ennyi. Tehát nem voltunk sose profi teniszezők. Az idén először kétnapos versenyre kicsit másként kellett készülni, de ez a lebonyolítási rend mindenkinek jobb, hiszen nem kell reggeltől estig játszani. Hát ugye fárasztok sokkal, ugye mi nem vagyunk ehhez a sorozatterheléshez így hozzászokva. Tehát a tenisz szeretete miatt játszunk. Szerintem profi a szervezés, jó a társaság is igazából, csak jót tudok róla mondani. Már többször voltunk itt, úgyhogy szeretünk ide eljönni, ha tehetjük, akkor jövünk. Persze van olyan, aki elsőre megtalálja azt a sportágat, ami a lehetőségeihez képest űz, ameddig ereje vagy szervezete engedi. És van, aki későn talál rá az igazira. Én atlétikában jöttem, én válogatott atléta voltam, én onnan nyergeltem át teniszre. Tehát főiskolán tanultam meg teniszezni, tehát én későn kezdtem a főiskolát, testnevelési is főiskolát, és ott tanultam meg teniszezni. Edzőt is ugye ott végeztem el, ugye fallabdával párhuzamosan kezdtem el ezt a sportot, egy ilyen kiegészítő sport volt még így levezetésképpen, aztán igazából a tenisz maradt meg így. A versenybíró feladata az, hogy a versenyigazgató felkérésére lebonyolítsa a versenyt, és lehetőleg minden felmerülő problémára választ tudjon adni. Az XXL kupa minden évben az első hétvégén kerül megrendezésre. Ez egy páros verseny. Páros versenyben kritérium, hogy indulhat vagy a két játékos együttes életkora 100 év, vagy együttes súlyú 200 kg. Hölgyek is indulhatnak a versenyen, a páros versenyen. Itt akkor a kritérium egyik felének kell teljesülni, a hölgyeknél nem határozzák meg se a korhatárt, se a súly. Ebből kifolyólag így van egy XXL kupa néven futó 100 év, 200 kg verseny, itt 20 pár nevezett, és van egy 120 pluszos, ott az életkor számított, 4 pár nevezett, és van egy 140 pluszos versenyünk, ott 2 pár nevezett a versenyre. Az XXL kupa része az kieséses DC-rendszerű versenybe bonyolódik le, ami azt jelenti, hogy van egy felső ág és alsó ág, és a győztesek a felső ágra kerülnek, vesztesek az alsó ágra, és onnan az A-B csoportba, C-D csoportba, és mindegyik csoportnak van a végén egy győztese. Mivel a teniszt nem időre játsszák,
Ezért előfordulhat olyan is, hogy akár előbb vagy később ér véget egy mérkőzés a tervezetnél. Úgy gondolom, hogy a tábláknak az elkészítése után minden nap felkerül a netre a játékrend, amiben körülbelüli időpontot határozunk meg, ami azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy nem előbb, mint 10 óra, nem előbb, mint 11 óra. Meghatározzuk a verseny elején, hogy melyik versenyszámot milyen eredménnyel zárjuk, tehát most 8 gémeseket játszottak a kieséses táblában, és 2 szetteset, 2 6 gémes játszottak a körmérkőzéses táblán, és az elődöntők pedig rendesen 2 6 gémes szettel zárulnak, döntő szett helyett egy döntő játékkal. A versenyzők nagyjából itt vannak a versenyen, mindig tudjuk jelezni, hogy egy kicsit csúszásba vagyunk, vagy előbb kellene jönni. Azt hiszem, hogy ebből nem annyira szokott probléma lenni. Az elmúlt évek sikeres szervezései garanciát nyújtanak arra, hogy jó színvonalú a verseny. Nem véletlen, hogy sok helyről érkeznek párosok. 2016 óta biztos, hogy itt bíráskodtam már, 2020-ban biztos, mert annak a tábláit megtaláltam, előtte meg papíralapú volt, tehát biztos, hogy ott is versenyeztettem. A Veszprém megyéből jönnek, Zala megyéből, Somogy megyéből, van, amikor Bajáról jöttek most például, Fehérvárról, tehát eléggé elterjedt ez a verseny, és akik baráti társaságok kialakulnak, tehát már visszajáró versenyzőink vannak, és így már ismerik is egymást, hogy ki milyen játékerőt képvisel. Többségében együtt játszanak, főleg a vidéki párok, akik eljönnek, a helyieknél pedig mindig az adott évben, ahogy együtt játszanak a fedett időszakban, párosokat leginkább úgy állítják, úgy választják ki egymást között a párokat. A tenisz sokszor az idegek harca is. Kérdés az, hogy mennyi dolga akad ilyenkor a versenybírónak, ahogy közeledik a verseny vége, és kezd izgalmassá válni a helyzet. Vannak olyan habitusú játékosok, akik jobban kifele játszanak, tehát hangosabbak kicsikét, de hogyha így nézték a meccseket itt a mai napon, cserénél mindig pacsizás folyik, tehát vérremenő a meccs, de mégis nagyon baráti. Elfogadják a másik pályán lévő ítéletet, térfélen lévő ítéletet. Ez egyébként a játékvezető nélküli mérkőzésen mindig az is a szabály, hogy elvileg a saját térfelén mindenki maga bíráskodik. Ha vita van, akkor például behívnak engem, de itt nem fordult ilyen elő. Max azt kérdezték meg, hogy most 8 gémest játszunk, vagy 2 szettest játszunk. A kupa A csoportjának végső győztes párosa egy budapesti és egy zengővárkonyi sportolóból áll, ami a nagy távolság ellenére is jól működik. Mi szenior versenyekre járunk, és az egyik szenior országos bajnokságon találkoztunk először, aztán ellenfelek is voltunk több alkalommal is, aztán összebarátkoztunk, egy társaságba kerültünk, jó barátok lettünk, és aztán Péter szólt nekem, azt hiszem, hogy 5 évvel ezelőtt először, hogy van ez a pécsi hagyományos XXL kupa, és pont akkor öregedtünk bele a 100 pluszba, én vagyok az idősebb, ez látszik is rajtam, és pont akkor lettünk együtt 100 évesek, most már 110 pluszba is indulhatnánk, de maradtunk a 100 pluszban. A versenyre évről évre erős mezőn gyűlik össze, ezért még egy magyar válogatott játékos is a lehető legjobb formáját igyekszik nyújtani. Komolyan vesszük, de komolyan is kell venni, mert nagyon jó a színvonal mindig évről évre. Mindig vannak korábbi éljátékosok, tavaly Krocskó Józsi volt, aki ugye Davis Kupa játékos volt annak idején, top 10-es játékosokat vert meg, tehát mindig nagyon jó a színvonal, és komolyan veszük, nem csak azért, mert hogy nyerni akarunk, hanem azért is, mert így is megtiszteljük a versenyt azzal, hogy oda tesszük magunkat. Emellett egy nagyon jó buli, tehát nagyon jó társasági esemény. Én is már megismertem itt a pécsi embereket, összebarátkoztunk, van több visszatérő jó ismerős, úgyhogy nagyon szívesen jövök mindig. Ez elsősorban társasági esemény, egy nagyon jó társasági esemény, és egy nagyon jó hagyomány. Szerintem nem is tudom hány éve, talán már 20-valahány éve minden évben megrendezésre kerül. Egyszer nem, a Covid miatt tavaly vagy tavaly előtt. Arról szól, hogy összejöjjünk, beszélgessünk, tenisztársak, teniszezők, szóba kerülnek a régi ismerősök, eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat, és mellette nagyon jókat teniszezünk. Az idén immár 2 napos verseny pedig kifejezetten vállalható, hiszen nem egy napon kell lejátszani az összes meccset. 4 meccs van, aki végig megy a tornán, tehát 4-et kell játszania, tegnap volt 2, ma is 2, hál' Istennek, mert tudtunk nyerni az elődöntőben. Azért ez nem olyan nagy megterhelés, mint egy egyéni játék, tehát itt sok az üres járat a
ugye a pontok között kevesebbet kell mozogni, tehát simán lehet bírni 4-5 meccset is egy nap akár párosban. Egy olyan játékosnak, aki válogatott szinten is játszik, jó előre el kell készíteni az éves versenynaptárat. A felkészülést pedig a nemzetközi versenyekhez kell igazítani. Meg kell tervezni az egész évet. Az elsődleges cél a világbajnokság, ami mindig másodjában van. Idén augusztusban lesz, augusztus közepén, tehát minden a köré épül. Ezen kívül van 3 kiemelt szenior verseny, nemzetközi. Ez a másik 3 pont. Ez a negyedik nekem az XXL kupa, ami mindig be van tervezve, és akkor többi verseny pedig ehhez igazodik, ahogy ráérek, ahogy tudok szabadságot szerezni, stb. Zsolték végül a döntőig meneteltek, ahol Muharos Péterrel az oldalán 6-3-6-4-re legyőzték a Varga Vidák 2-st, elhódítva ezzel az XXL kupát 2023-ban. A kétnapos verseny egyértelműen jó döntés volt, hiszen nem kellett beszorítani minden mérkőzést egy napra. Ha marad a létszám, esetleg még bővül is a jövő évre, akkor biztosra vehetjük, hogy marad a 2 játéknap is, és nem kell attól félni, hogy késő estig játszanak majd a játékosok.